Szép napot! Szatmári Nóra vagyok. Jöhetnek a következő heti taroszkóp üzenetek, méghozzá az augusztus 28-ai héttel kezdődő időszakra. Hát persze, hogy jöhetnek, tudom, hogy sokan várjátok, úgyhogy csapjunk is bele a kellős közepébe, viszont egy gyors információ, a cigánykártya tanfolyamom az betelt, ezt nagy tisztelettel köszönöm szépen mindenki jelentkezését. A taróra még van 3 hely, viszont nagyon sokan írtatok, kicsit kétségbees, hogy betelt a cigánykártya tanfolyam, akkor most mi lesz? Megpróbálok találni még az idei évvel egy hétvégét, ami jó lehet, és akkor ki fogom rakni ide is, a blogomra is, a webáruházomba is, aztán igyekszünk ezt is föltölteni, hogy mindenki örömére legyen az a helyzet, hogy akkor lesz még egy. De kezdjünk is bele a lényegi részbe. A kosokkal kezdünk, mint mindig. Hát valahogy ugye az adiák is elején állnak, úgyhogy mindig előnyt élveznek, de lehet, hogy majd ezen elgondolkodom, és egy kicsit majd áttervezem ezt a folyamatot, de talán ennek tulajdonképpen nincs is jelentősége. No, nézzük, hogy a kosok milyen lapocskát kapnak. Itt a halállap. Aki sokat figyeli az én taró blogjaimat olvasva, bejegyzéseimet olvasva, adott esetben járt már nálam, vagy tudja, hogy ezt az tarókártyát ugye a saját kiadásomban készítettem el, és most már 6 éves lesz, hál' Istennek, most már ez már egy kor, és nagyon-nagyon sok embernek van már, hál' Istennek, ilyen hazánkban is, és külföldön is. Az egyik legfontosabb dolog, amit kiszoktam emelni a Két Ösvény taróval kapcsolatban, pont a halállap. Miért? Azért, mert én magam nagyon-nagyon sokáig nem tudtam megbirkózni és megbarátkozni a taró lapnak, úgy általában a taró pakliknak a halállapjával. Mindig hihetetlen módon írtóztam, óckodtam a csontvásztól és a kaszástól. Szerintem nem kell elmagyarázni, hogy miért. Nyilván a halállap neve, elnevezése önmagában is azért egy kicsit olyan rémisztő és ijesztő lehet, pedig nem az, tehát higgyétek el, hogy ez önmagában csak a változást jelzi, hogy ideje valamilyen időszakot lezárni, egy akár jó, akár rossz periódusnak búcsút inteni, és azt mondani, hogy köszönöm szépen, ebből most én nem kérek többet, hanem egy új útra lépek, és megpróbálok valami új dolgot felfedezni. Egyszerűen a halála pontosan arra próbál meg minket rávenni, hogy mutassunk hajlandóságot arra, hogy más perspektívából is meg akarjuk szemlélni a világot, egy-egy szegletét annak, vagy egy-egy embert, egy-egy csoportot, megérteni valakiknek az inspirációját, megérteni valakiknek a törekvéseit, megérteni valakiknek a véleményét, és ha ez úgy egyben van, akkor tulajdonképpen ugye változtunk egy nagyot, tehát ugye lezártuk azt, hogy mondjuk valakivel sosem értettünk egyet, de most itt az ideje annak, hogy akkor valakivel végre egyetértsünk, és pontosan ezért nagyon fontos, hogy bármilyen körülmény is adódjon ezzel az augusztust záró héttel kapcsolatban a kosok számára, az az adott egy feladat, 2 feladat, sok feladat, mindegyikre tekintsetek úgy, hogy lehet egy segítő abban, hogy valahogyan kilépjetek a megszokásokból, más perspektívából szemléljétek a világot. Ugye visszatérhetek arra a tipikus éremnek 2 oldala van című gondolatmenetre, hogy igen, te nézed valahogyan a világot, a másik meg másképp nézi, persze, hogy nem fogtok tudni egyetérteni, de ha mindenki hajlandó egy kicsit megszemlélni a másik oldalt, akkor viszont kiderülhet, hogy jé, milyen hasonlóan gondolkodunk, csak picit más színekben, picit más formákban, de attól még lehetünk nagyon hasonlóak. Nincs tovább lehetőség időt húzni. Tehát ezt meg kell jegyezni minden kosnak, akik most engem hallgatnak, hogy felejtsétek el az időhúzást, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sürgősen. Azért felejtsétek el az időhúzást, mert az a folyamat, hogy majd holnap megcsinálom, majd jövő héten megcsinálom, óriási károkat okozhat. Pontosan azt hozza velünk most a halállap energiája, és tulajdonképpen azt ülteti el bennünk, hogy figyelj, ha most hajlandó vagy valaminek a végére járni, azt mondani, köszönöm szépen, ezt nem kérett többet, tényleg, számodra ez kínos, rossz, vagy éppen lehet, hogy tök jó volt, csak már elég volt, tehát már nem tudod tovább csinálni. És fölelevenítenék egy ma délelőtti történetet, mert ugye ezt a taró kirakást én soha nem szombat délután szoktam megcsinálni, de most így alakult a sors, mert hogy nagyon sok munkám volt hétközben. Márton Anita, atlétika, világbajnokunk. mit mondott ma délelőtt, hogy elfáradt, és ő már gondolkodik azon, hogy ezt lerakja, lenne már más feladata. Na erről van szó, hogy ő belátta, hogy ő neki annyi boldogsága volt az atlétikában, annyira sok érmet szerzett, nem volt olyan verseny, ahol ne lett volna eredmény, és ne került volna tényleg valamilyen érem a nyakába, de elfáradt, és ez a mai nap meg is mutatta azt, hogy Anita már nem ott van, ahol volt 3, 5 vagy 8 évvel ezelőtt, de ez nem baj, hiszen korosodunk, tapasztalunk, már kifulladunk bizonyos feladatokba sokkal hamarabb. Szóval, visszatérve a lényegre, fejezetek be dolgokat, amik már nem szolgálják a mindennapokat, a munkátokat, a magánéleteteket, az örömeiteket, és fordítsatok hátat ezeknek, és keressetek új utakat, új ösvényeket, és fedezzétek fel azokat. Nem tudtok más csinálni. Ez a legtöbb, amit önmagatokért egyébként megtehettek. Az akasztott érkezett a bikáknak. Ugye a bikákkal kapcsolatban azért soha ne felejtsük, hogy ők azért kicsit lassabbak, meg megrögzöttebbek, meg nagyon racionálisak, sőt alkalmanként materiálisak tudnak lenni bizonyos körülmények között, élethelyzetekben. Azt üzenem most, kedves bikák, hogy fogadjátok el azt a tényt, ha egy kicsit fölfordul körülöttetek az élet. Ha valaki elmegy, esetleg már nem áll szóba veletek, nem kell feltétlenül önmagatokban keresni a hibát, megváltoztak a körülmények. Az akasztott esetén azt gondolom, hogy érdemes lenne most a folyamatos munka és a cselekvések kellős közepén azt mondani, hogy oké, most leülök egy kicsit, megbékélek azzal, hogy valami összezavarodott, valami összekavarodott, és ugye a csend, a békesség, amit meg tudsz teremteni magadnak, az arra jó, hogy el is tudj gondolkodni azon, hogy hogyan tovább. Nézd szembe a valósággal, nem nagyon van más választásod, mert ha csak folyamatosan azon jár az agyad, hogy nekem van igazam, megcsinálom, nem engedem ki a kezemből az irányítást, majd én tudom, majd én készre csinálom, akkor tulajdonképpen azt idézed elő, hogy minden energiádat állandóan földolgozod, fölhasználod, sőt, gyakorlatilag kinyifantod magadat helyjel közel, merem ezt a kifejezést használni, és akkor utána meg csodálkozol azon, hogy ó, Istenem, nem bírom a következő feladatot megcsinálni. Na, tehát vissza kell venni egy kicsit a feladatokból, meg kell keresni a te nyugalmi állapotodat, és azt kell mondani, hogy oké, itt van 150 feladat, ezt most berendszereztem, megnéztem, hogy melyik a fontos, melyik a sürgős, összemostam ezt a két listát, és akkor a 1, 2, 3 vagy 4, 5 feladatot megcsinálom abszolút készre, de az legyen profi, az legyen tökéletes, ergo megváltoztattad a hozzáállásodat, és nem csak mindent megcsinálsz majdnem jól, vagy lehet, hogy 99%-ig minden jó volt, igen, de lehet, hogy nagyon sokszor hiányolod azt az 1%-ot, hogy valahogy nincs ott, azért, mert nem tudsz elég időt szánni dolgokra, mert mindig telezsúfolod a naptáradat. És ugye azt ne felejtsd el, amit a bevezető legelején mondtam, hogy alapvetően a bika nem feltétlenül egy ilyen nagyon gyors, nagyon kapkodó, nagyon szaladós jegy. És egy bikának, aki alapvetően inkább a lassan jár, tovább érsz elve alapján működik, annak nem jó, ha tele van a naptára, neki kell egy kis szünet, neki kell alkalmanként a nyugalmi fázis, amikor átgondolhatja, hogy egyébként hogyan tovább. No, nézzük az ikrek jegyét, ez pedig az erő lapja. Ugye a hagyományos taróban, ahogy ezt már sokszor hallhattátok tőlem, az oroszlán és a nő találkozását láthatjuk ezen a lapon. Na, az én esetemben is, itt a két ösvény taró esetében is azt mondtam, hogy nem vagyok arról meggyőződve, hogy feltétlenül oroszlánt akarok látni, meg nőt akarok látni, viszont ezért cserébe, ugye, aki megfestette nekem ezeket a csodás képeket, mert hogy a festészethez kivételesen nem értek, Vész Szabó Noémi, ő mondta azt, hogy na, az ő festészeti szabadságában az jött át, hogy ez a nő legyen maga az oroszlán, a nő legyen maga a vadász, a nő legyen maga az erő, önmagában attól, hogy ugye erőt tud gyakorolni önmaga felett, az élet felett, a sorsa felett, de nem ment ki ugye ebből a történetből azért annyira az oroszlán, mert ha megnézitek, ugye itt ebben a kalászosban azért megjelenik az oroszlán színe, megjelennek kifejezetten az oroszlán karmocskák, a női alakban, ahogy ugye elhelyezkedik a képen, megjelenik maga a nőben az oroszlán ugye 4 kézlábon állási folyamata, úgyhogy ez egy tök jó történet. Úgyhogy tudjátok azt, kedves ikrek, hogy ezen a héten hihetetlen nagy erő, energia és képesség van bennetek arra, hogy bármit megvalósítsatok, bármit létrehozzatok. Érdekes elgondolkodni azon, hogy vajon kell-e valakivel ezért összefogni, vagy egy csapatba beállni. Nem vagyok erről meggyőződve. Tehát ha ezekben a napokban azt érzed, hogy inkább egyedül jársz a kis utadon, és egyedül szeretnéd az álmaidat megvalósítani, és egyedül szeretnél eljutni a célba, és egyébként meg is vannak ehhez a készségeid, a képességeid, az a fedezeted, és itt szigorúan nem az anyagi fedezetről beszélek, hanem az időről, az energiáról, a kockázati fedezetről, hogy igen, merek kockázatot hozni a saját sorsom érdekében, akkor tulajdonképpen oda lyukadunk ki, hogy képes vagy bármire, és csak eltökéltség, bátorság, elhivatottság, meg némi akarat, ambíció szükséges ahhoz, hogy eljuss a vágyott célba. Tele vagy sok-sok-sok titkos, mély, tényleg kiemelkedő gondolattal, amiket nagyon-nagyon-nagyon időszerű lenne most már kimozdítani abból a kis, nem is tudom, kalitkából, vagy dobozból, ahova bezártad, és szenvedéllyel megspékelve ezeket sorban úgy tudod megvalósítani, hogy ezek kimagasló eredményt hozzanak neked a hétvégére, és te magad is elégedett legyél. De ismétlem, nagyon fontos, ne gyere vissza kérlek, hogy de nem történt semmi. Azért nem történt semmi, mert nem vállaltad a kockázatot, és nem indultál neki. Azok viszont vissza fognak hozzám jönni valamilyen formában, akár egy üzenet formájában, hogy ú, Nóra, te inspirációdra vállaltam a kockázatot, most már neki kezdtem, és sikerem volt. Na, halleluja, ez a lényeg. Tehát én nem tudom helyettetek megoldani azt, hogy legyen inspirációm, erőm, meg elhivatottságom. Én csak azt tudom elmondani, hogy ezen a héten milyen energiák uralkodnak kollektív az ikrek felett, az ikrekben, az ikrek környezetében, és mit tudtok kihasználni, és mit tudtok a magatok javára fordítani. Na nézzük, hogy a remete lap kiknek érkezett, értelemszerűen az ikreket követő rákoknak. Hú, a remete ugye ott ül a barlangjában, csendesen, békésen, visszahúzódva. Nem hobbiból szoktunk egyébként ilyen remetességi állapotot előidézni magunkban, mert ugye mit csinálunk? Befelé fordulunk, elcsendesedünk. Ez a befelé fordulási folyamat lehet egy abszolút kívülről érkező folyamatnak az eredménye, de lehet, hogy ugye belülről érkezik, és belülről próbál így kikavarogni belőlünk, hogy na, akkor most már értsd meg, hogy nem a hangos zenére, vagy a száguldásra, vagy a bulikra, vagy az újabb teljesítményekre és az újabb kimagasló eredményekre van szükség, hanem csendre, a külső befolyásoktól való teljes mentességre. És tulajdonképpen, ha belegondolok abba, hogy augusztus vége van, és pénteken szeptember 1-e köszönt be, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy a különféle helyzetünket, gondjainkat és problémáinkat, ugye, mint rák, úgy tudjátok megoldani, hogy elcsendesedtek, számba veszitek, hogy, tehát sorba leírjátok, hogy ilyen feladatom van, olyan tennivalóm van, ebben vagyok elmaradva, ezt már nagyon régen megígértem valakinek, jaj, ezt megcsinálom, és akkor ugye megy sorban ez a történet, fontossági sorrendbe állítsátok be ezeket a feladatokat, és akkor megfelelően tudtok egy olyan sorrendet kialakítani, ami előre visz, ami segít, ami a gondjaitokat, a problémáitokat megoldja sorban, szépen lassan. Nem kell kapkodni, a remete nem is képes arra, hogy kapkodjon, az egy felesleges történet, viszont nézzétek meg, hogy a remete mi van ott a lap kellős közepén, gyakorlatilag szó szerint a fókuszunkban, az alagút végén a fény. Tehát ezen a héten ki tudtok jönni az alagútból, ki tudtok jönni a fényre, és én azt gondolom, hogy megfelelően is tudjátok majd értékelni azt, amitek van, akár tudásban, képességben, akár külső szépségben, vagy barátok számában, vagy egy jó munkahelyben, stb. Értékeljétek azt, amitek van, de szép lassan, igen, adjátok meg a csendesség lehetőségét magatoknak, de ugyanilyen tudatos, előkészített megközelítéssel gyertek is majd ebből ki a hét bő második felében, tehát a hétvégére, hogy nehogy beragadjatok tartósan ebbe az elcsendesülő állapotba, mert bár lehet egyébként, hogy lesznek olyanok, akiknek akár még ez jól is jöhet, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy, hogy egy ráknak hosszú távon ez egy működőképes folyamat. No, az igazságlapja érkezett meg az oroszlánoknak, ugye itt vagyunk tulajdonképpen zódiákosok szempontjából a nyár kellős közepén, és milyen szépen meg is mutatja magát egyébként ugye az igazság lapjában az, hogy itt van ugye a forró tüzes oldal, és itt van már ugye a nyár vége periódus, hát hogyha ugye józanul ezt végig gondoljuk, akkor ugye a nyár kellős közepét megéli az oroszlán, és augusztus ugye a második harmadában átadja a stafétát a szűznek, és a szűzzel ugye be is érkezik általában az őszi szezon. Hát ha más nem, most éppen ha kinézek az ablakon, és ugye amit a meteorológusok mondanak, az alapján nagyon melegünk lesz még jó pár napig. Igen ám, de ettől el fog indulni az iskola, ettől el fog indulni egy lendületesebb időszak, pont azért, mert tudjuk, hogy tulajdonképpen hiába a meleg időjárás, az ősz itt van, és értünk dolgozik. De hogy visszatérve az igazság lényegi részére, ne felejtsétek el, hogy Justitia nem véletlenül, és nem hobbiból tartja a kezében a mérleget, aminek az egyik oldalán ugye az agy, mint ész, a másik oldalán pedig a szív, mint érzelem. Viaskodnak egymással, és próbálnak tulajdonképpen, ugye Justitia kiegyensúlyozná, de általában maga az ember olyan nagyon ritkán tudja kiegyensúlyozni ezt a két dolgot egymással. Mit tudsz tenni? Arra kérlek mindenképpen téged, mint oroszlánt, titeket, mint oroszlánokat. Legyetek egyenesek, őszinték, becsületesek. Ne kezdjetek el mellékvágányokon járni, ne kezdjetek fölkutatni ilyen kis sötét bugyrokat, meg felfedezetlen ösvényeket, mert a környezet nagyon-nagyon hamar felismeri, hogy ha most nem jártok egyenes úton. És vigyázat, mert amikor a környezet felismeri, hogy ho-ho-ho, itt a baj, itt valami sunyiságot csinál az oroszlán, akkor arra reagálni is fog. Szükségünk van arra, hogy reagáljon környezet, esetleg kellemetlenül, egy negatív bélyeggel, egy rossz véleménnyel. Szerintem nincs szükségetek rá erre az élethelyzetre. Épp ezért ne akarjatok kudarcot vallani ilyen akár hazugságokkal, félrebeszéléssel, vagy az igazság szimpla eltitkolásával, hanem éljétek meg az igazságot, nézzetek is szembe ezzel. Ha esetleg olyan élethelyzetbe kerültök, hogy ójaj, igen, most már értem az igazság lényegét, csak nem biztos, hogy szembe akarok nézni vele, de muszáj lesz, nincs más választásotok, úgyhogy vállaljátok föl azt, hogy igen, ez az igazság, esetleg hibáztam, vétkeztem, megsértettem valakit, megbántottam, most elnézést kérek érte. Tehát nagyon jó ez az egy hét arra, hogy esetlegesen ilyen típusú sérelmeket megpróbáljátok most kijavítani, és valahogy visszabillenteni a mérleg nyelvét. Minden esetben az egyensúlyba, tehát hogy igen, meglegyen az egyensúly, ne legyen ilyen eltolódás, vagy ilyen egyensúly legyen, ez a legfontosabb része ennek a történetnek. No, megérkezett a szüzekhez a diadallapunk, imádom ezt a lapot, nagyon-nagyon-nagyon szeretem, tényleg oda vagyok érte, csupa száguldás, csupa dinamika, lendület, erő, ugrás bele a vakvilágba, de közben mégis azt látjuk, hogy nem a vakvilágba ugrik ez a személy, ezzel a szekérrel, aminek ugye tudjuk, és ezt már sokszor elmondtam, és a Két Ösvény Tarot könyvben ugye le is írtam, hogy nincsen kereke, egy se, nulla, vagy legalábbis nem látjuk, tehát nem vagyunk röghöz kötve, nem vagyunk földhöz kötve, hanem úgy száguldunk, ahogy nekünk tetszik. Értelemszerűen egy biztos, valamilyen formában a szüzek eljutnak a diadalittasság állapotáig ezen a héten, érvényesülést tudsz elérni magadnak, eredményt tudsz elérni magadnak szűzként. Akár a megtervezett célokat sorban el tudod érni, de bejöhetnek olyan vágyak, remények, álmok, amiket most hirtelenjében összerakod a kis apró puzzle darabokat, és sígy-súgy, így egyszer csak meglátszik az egész történeten az, hogy ez egy megvalósítható dolog, akár egy-két nap alatt össze lehet hozni, meg lehet tanulni, le lehet vizsgázni, be lehet hozni valamilyen lemaradást, hát kell ennél több. Mi a legfontosabb üzenet ennek a lapnak? Hogy érvényesülj. Hogy ne félj attól, hogy megmutasd a környezetednek, ki vagy, mit tudsz te, milyen képességekkel, akár ismert, akár rejtett készségekkel rendelkezel. Óriási bizakodásra ad okot a diadallapja. Szépen kérek minden szüzecskét, hogy éljen vele. Hát, ha már érkezett, akkor éljen a diadallapjával. No, érkezett a válaszútlap a mérleglapjával. Nyilván a mérleglapja és a mérleghez kapcsolódó élménye mindenképpen az, hogy itt aztán már tényleg ősz van. Veletek köszönve úgy Isten igazából az a nagyon tipikus falevél hullató, hideg-ridegebb őszi szezon, de ettől függetlenül a válaszútlapja nagyon világos, nagyon örömteli, és egy óriási lehetőséget kínál minden mérleg számára. Ahogy az előbb egyébként a Justícia lapnál mondtam, és esetleg érdemes lenne nektek is visszahallgatni, azt mondtam, hogy ugye Justícia mire törekszik, hogy a mérleg nyelvét kiegyensúlyozza. Na most az a mérleg, nyilván nem feltétlenül rólatok szóló mérleg, de hogy nem, hát hogy ne, hát persze, hogy van a kettő között igenis direkt összefüggés, és ha megnézitek ezt a lapot, tulajdonképpen azzal, hogy ugye elmegy a válaszút jobbra és balra, azaz elmegy két irányba. Egy ösvény, meg még egy ösvény. Ugye a mérleg nyelvének a kiegyensúlyozottsága, hogy vajon melyiket válasszam, hova dől el a mérleg nyelve, jobb oldalra, bal oldalra, a csuda se tudja, pedig de képes vagy megválasztani azt, hogy mi neked a jobb annál, mint ami eddig volt. Miért gondolom ezt? Azért, mert elég kellene, hogy legyen abból, hogy ugyanazokat a forgatókönyveket játszod le újra, meg újra, na meg újra, ugye nem akarod ezt megcsinálni. Legyen szó akár munkáról, karrierről, egy elfeledett ügyről, valamilyen emberi kapcsolatról, anyagi helyzetről, vagy egy régebb óta halogatott bármilyen típusú döntésről, itt az ideje választani. Tehát vedd számba azokat az ügyeket, amik kifejezetten azon múlnak, és a fejlődésük, a kiteljesedésük, az eredmény attól függ, hogy tényleg egyáltalán eljutsz-e oda, hogy megválasszam azt, hogy csinálom, nem csinálom. Ha csinálom, hogyan csinálom? Könnyen csinálom, vagy erőteljesen csinálom? Lassan csinálom, vagy gyorsan csinálom? Vagy kapkodva csinálom, vagy kicsit patópálosan csinálom, és azért körbejárok minden körülményt, mielőtt valami őrült lépést tennék a céljaim érdekében. Szóval, egy biztos, ne azt nézd, hogy ki mit mond, kinek mi a véleménye arról, hogy te mit szeretnél megvalósítani, hol szeretnéd megvalósítani, hanem fogadd el azt, hogy van egy adott helyzet, de az adott helyzet nem fog változni a te döntésed nélkül, és ez itt a lényeg. A válaszút az mindenképpen oda kerül az orrod elé. Nem tudod kikerülni, nem tudod elkerülni, nem tudsz alatta úgy átbújni, hogy valójában majd te nem választasz, sőt, azt is kimerem mondani, hogy most arra sem lesz különösebben lehetőséged, hogy te visszakozz, és ötöt hátralépj, hogy jó, majd jövök, nem tudom, holnap, jövő héten, vagy jövő hónapban. Nem, felejtsd el, dönts, most, azonnal és már is, különben valami nagyon-nagyon-nagyon jó dologról maradhatsz le. Sorskerék. Skorpiókhoz érkezett, és kicsit ismétlem magamat akkor, amikor azt mondom, hogy hát igen, mindenki a maga sorsának a kovácsa, mindenki irányítja a saját sorsát, és amikor milyen formában fölmerül annak a lehetősége, hogy lehet változtatni, lehet módosítani az életeteken, akkor nyilván fölmerül az, hogy ja Istenem, akarok-e módosítani, hiszen az a körülmény, ami megvan, azt legalább ismerem, tudom milyen. Nem jó! Bőven messze van a jótól, a kielégítőtől, az örömtelitől, de hát izé-bizé valamilyen. Oké, rendben. Roppant hibás szemléletnek tartom azt, hogy rábízod másokra a sorsodat, nem is akarom ezt másképp megfogalmazni, van választásod. Mint ahogy tulajdonképpen itt a válaszútlappal is ugye elmondtam, hogy van választás, itt a sorskerékkel is van választás. Forgasd meg a sorskereket, legyen bátorságod ahhoz, hogy jó erősen megforgatod, akár annak a megkockáztatásával, hogy fogalmat sincs, hogy egyáltalán milyen irányba fordul el a sorskerék, csak legalább történjen már valami az életedben, és akár minden nap megteheted ezt, és figyeld meg, hogy a mindennapi bátorságot többszörösen köszön vissza. ha megforgatod a sorskereket, és állsz elébe az új kihívásoknak. Azok a felbukkanó válaszutak, amik mindenképpen valamilyen formában elét kerülnek ezekben a napokban, azok fogják egyébként megmutatni neked, hogy hova tudsz eljutni a következő hosszú hetekben, hónapokban. Tehát itt most azért állsz óriási lehetőség előtt, mert ha most meghatározod, hogy oké, merre megyek majd szeptember egészében, októberben, novemberben, vagy esetleg hosszabb távon tervezel, akár 4-6 hónapra, fél évre, egy évre, akkor az élet nagyon sokat fog neked segíteni. Egyszerűen ez egy olyan kollektív, fantasztikusan működő energia, amiben a sorskerék meglöki a skorpiókat, csak nem mindegy, hogy a skorpiók alapvetően belemennek a játékba, és játszanak a sorskerékkel, és ők igazgatják annak a mozgását, irányát, sebességét, vagy pedig megfutamodnak a helyzet elől, és hát majd azt gondolják, hogy majd lesz valami. A mértéklapocska a nyilasokhoz érkezett. Én úgy emlékszem, hogy az elmúlt hetekben meglehetősen mozgékony időszakotok volt, és horoszkópok tekintetében, tehát az augusztusi horoszkópra is, ha így visszagondolok, akkor kimerem mondani, hogy meglehetősen mozgalmas időszakotok volt. Úgyhogy talán épp ideje lesz annak, hogy egy picikét valóban így visszalépjetek kettőt, picit lepihenjetek, picit békéljetek azzal, hogy nem kell mindig rohanni, és nem kell mindig 100%-ra teljesíteni. A mértéklap ugye azért önmagában egy nagyon harmonikus, egy nagyon összhangban lévő történet, összhangban lenni saját magaddal, a környezeteddel, a közvetlen szeretteiddel, adott esetben a munkatársakkal, vagy azokkal az emberekkel és különféle folyamatokkal, amik ugye egyébként körbevesznek. Megérkezhetnek olyan dolgok az életedbe, amiknek nem kell a sietség, a siettetés, a kapkodás. Semmi másra nem lesz szükség ezekben a napokban, csak arra, hogy azoktól az örökös túlzásoktól, rohanástól, fantasztikus kapkodástól is egyébként mindig jól tudsz teljesíteni, de ezektől most egy kicsit távolodj el, mert így tudnak majd a reményeid és a vágyaid szépen összeállni újra a fejedben, megfogalmazódni, tervekké kovácsolódni, és majd szeptember-októberben szépen mozgatod újra ezt az egész rendszert, és akkor tud működni újra az, hogy eredményes legyél, és elégedetten zár majd valahol, valamikor a adott esetben, nem csak ezt a hetet, hanem akár a következő hetek összességét. Az biztos, hogy ugye a mérték lapja és a mérték letesség állapota ahhoz segít hozzá, hogy összegezd magadban az elmúlt időszak eredményeit, összegezd magadban azt, hogy oké, mi az, ami sikerült, mi az, ami nem, mi az, amire még akarsz dolgozni, és mi az, ami már biztosan nem, és hova akarsz eljutni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezekben a napokban abszolút racionális úton járj, mert ha ezt meg tudod tenni, akkor tévedhetetlen leszel, és zseniálisan jól fogod tudni irányítani a sorsodat, anélkül, hogy kapkodnál. Ó, de szuper! A bakoknak a világlapja érkezett meg. Azt tudom mondani, hogy mindegy, mi az a dolog, amivel kapcsolatban az elmúlt időszakban meglehetősen sokat tettél, jöttél, mentél, intézkedtél, rakosgattad, gyűjtögetted, adott esetben a pénzedet spóroltad valamire, kimondhatom azt, hogy célba fogsz érni. Meg tudod köszönni azt, hogy az égiek a segítségüket megadták eddig is, megadott esetben ezen a héten is, és nyugodtan mondd ki azt, hogy köszönöd szépen, neked ez most így elég, nem vágysz többre, nem akarsz feltétlenül még több pénzt, vagy még egy utazást, vagy még több ruhát. Elsősorban olyan dolgokra gondolok, amik ugye materiálisan megfoghatók. Nyilván a világlapjával mindig el szoktam azt mondani, hogy egyébként ez lehet egy pillanatnyi átmeneti állomás az életedben, amikor le tudsz szállni a robogó vonatodról, meg tudod nézni, hogy melyik nagyvárosba jutottál el, ott körbenézel, kicsit turistáskodsz, úgymondva ráérsz, megnyugodsz, békére lesz, aztán majd visszaszállsz a következő vonatra. Egy biztos, a világlappal tudod értékelni azt, hogy az elért céljaid tényleg mennyire hasznosak számodra, és hogyan tudsz tovább menni a következő, akár hetekben, hónapokban. Igen, a világlapjával eljutottál egy olyan pillanathoz, ahol következhet a következő küszöb, a következő lépcsőfok, az a bizonyos lépés, ami egy új világhoz, egy új feladathoz, egy új barátsághoz, vagy adott esetben egy új szerelemhez vihet tovább, de akár a spirituális világban való kiteljesedésed is valamilyen formában nagyon-nagyon-nagyon szépen tud működni. No, aztán nézzük, hogy a vízöntőkhöz mi érkezik, ez pedig a holdacska, hogy mindig én is várom nagy szeretettel ezt a lapot, mert hogy, ahogy elmondtam már sokszor, én magam is vízöntő vagyok, és meg is élem egyébként a vízöntőségemet. Nos, alapvetően ugye ez egy éjszakai lap, benne vagyunk az éjszaka sötétjében, de ott van természetesen nekünk a hold, ami utat mutat, hogyha ki akarunk találni a rengetegből. De alapvetően egyébként van ebben a lapban egy csomó romantikus álmodozás, a fantázia élénkségének lehetősége, engedjük szabadon az ötleteket, engedjük szabadon az érzékenységet, mondjuk ki, hogyha valami fáj, ha valami nem esett jól az elmúlt időszakban, de adott esetben azt is mindenképpen ilyen-olyan formában meg tudod oldani, hogy szépen megtervezgesd a következő hónapoknak a ritmusát. Azt gondolom, hogy a holdlappal nem kell feltétlenül ilyen nagyon nagy, világmegváltó dolgokra gondolni, és ezeket tervezgetni. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a félelmeidet és a bizonytalanságaidat kellene rendbe tenni, hogy azokat ugye meg tud valamilyen formában szüntetni, azokon túl tudj lépni, azokat a hátad mögött tud hagyni. A holdlapjával, amikor találkozik ugye a vízöntő szabadsága, akkor ez ugye azért nagyon érdekes, hiszen a holdat sem tudjuk befolyásolni. Részben azért nem, mert ugye a Föld természetes égi kísérője, másodszorban, mivel nincs saját fénye, és ugye a naptól kapja a közvetlen fényt, ezért van az, hogy ugye attól függ, hogy helyezkednek el a nappal, ugye látjuk ezt először a kis kiflit, aztán növekedés, teli hold, és akkor csökken a hold, újra egy kis kifli, és aztán ugye elmúlik, és az új holdat megélve kezdődik az egész ciklus erőről. Na, ez az, amit ugye a vízöntők is megélnek, hogy nem számítanak azok a nagyon durva kötöttségek, azok a nagyon-nagyon erőteljes berögzöttségek. Fontos lehet néhány dolog, hogy kitűzzük magunkkal, és azt mondjuk, hogy igen, legyen azért valamilyen stabil, megfogható pont az életünkben, hogy minden nap ugyanakkor kelünk föl, hogy adott esetben, nyilván ez most banálisan hangzik, de mégis azt mondom, hogy ez egy fontos üzenet, hogy minden nap vitaminokat szedünk, hogy minden nap beszélünk olyan valakivel, aki fontos nekünk, hogy minden nap segítünk valakinek, hogy délután 4-kor megisszük a teánkat, hogy 6-ra hazaérünk, hogy este 7-kor mondjuk meditálunk, tehát valamilyen olyan támpontokat érdemes egyébként ezen a héten beiktatni az életünkbe, amiket eddig esetleg egyébként nem tettünk meg. Na, akkor itt az ideje annak, hogy ezen is túllendüljünk, és ezzel kapcsolatban is egy kicsit formabontóvá tegyük az életünket. No, a csillaglap megérkezett a zodiákus utolsó helyéhez, méghozzá a halakhoz. A végtelen harmóniát látom mindig ebben a lapban, és nyilván alapvetően ugye ez egy nagyon-nagyon örömteli történet. Azért, mert finomság, békesség, kiegyensúlyozottság jellemzi ezt a képet, nincs sietség, nincs kapkodás, pontosan tudjuk azt, hogy el fog múlni az az éjszaka, amiben ugye éppen benne vagyunk. A hold kíséri az utunkat, mutatja azt, hogy merre kell menni, segíti azt, hogy ne tévedjünk el a rengetegbe, és milyen érdekes, hogy ezt pont az előző holdlapnál is egyébként elmondtam, hogy ott is ugye megemlítettem ezt, hogy a hold mindig kivezet minket az éjszaka sötétjéből, mindig segíti azt, hogy azért valamennyit lássunk, még akár az újhold idején is, bár tudjuk, hogy akkor azért alapvetően jóval sötétebb van, de ugye itt látjuk, hogy ez egy növőholdi szakasz, tehát megyünk valamerre, ami növekszik, gyarapszik, valamilyen formában terebélyesedik. És ugye a csillaglapja gyakorlatilag ugye a reménynek a pillanatát hozza el minden halak számára, azzal kapcsolatban, hogy ott, ahol vagy, az neked alapvetően most azért jó, mert itt meg tudsz minden olyan dolgot tanulni, amire szükséged van, de amikor gyorsan ezeket megtanultad, már tovább is tudsz lépni, és ugye sose felejtsük el azt, hogy ott a lap legalján, bal alul, mit látunk? A napot. Még nem kelt föl, de már tudjuk, hogy ott van a horizont mögött, már tudjuk, hogy érkezik, már tudjuk, hogy pillanatokon belül pirkad. Azaz a halaknak ez a néhány reményekkel teli nap, ahol össze tudják szedni a gondolataikat, és lassan, de biztosan tudnak törekedni az aktuális céljaik felé, nem kapkodva, lassan, és ugye pont olyan lassúsággal, mint ahogy a nap fölkel, az sem úgy van, hogy egyszer csak így tik, fölmegy a delelési fázisára a 2 perc alatt, hanem szépen lassan, komótosan fölkel reggel, és halad, és meg fogja mutatni azt, hogy oké, akkor most már nappal van, most már aztán végképp, és még inkább igaz az, hogy tudsz előre menni, és tudsz előre haladni. Gyakorlatilag ugye maga a kép és a képenergiáinak az üzenete azért egy nagyon komoly tisztánlátást is hoz az életetekbe. Részben a saját magatokba vetett hitet, bizalmat tudjátok erősíteni ezekben a napokban. Másodszorban pedig nagyon fontos. Lehet, hogy valakivel kapcsolatban fogtok meglátni olyan igazságokat, amiket eddig nem láttatok meg. Ez nem biztos, hogy rossz. Ez akár lehet pozitív felismerés is, de lehet egy olyan típusú felismerés is, amire azt mondjátok, hogy hát, igen, ezt nem biztos, hogy akarom, nem biztos, hogy szeretném látni, de éppen nem baj, ha az igazság ugye felcsillan, és megértem, hogy bizonyos dolgok miért történnek, vagy miért úgy történnek. Nos, azt gondolom, hogy mindent elmondtam, hogy mit szerettem volna, és nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot, kövessétek be a csatornámat, és jönnek ugye a hónap végi folyamatok. Az augusztus, hol van már augusztus? A szeptemberi horoszkópot megtaláljátok már a csatornámon. Feltétlenül érdemesnek tartom megemlíteni, hogy hallgassátok, legyetek szívesek végig az Uránusz retrográdos videót, mert ez egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz, és jövő héten jön a heti és az újabb cigánykártya és taróüzenet, illetve a havi és a taró és a havi cigánykártya üzenet. Na, csak összehoztam ezt az utolsó záró gondolatot. Legyen szép hetetek, és azt kívánom, hogy minden alakuljon úgy, ahogy szeretnétek, hogy alakuljon.